A most indult pályázati lehetőségekről kaptak tájékoztatást azok, akik ellátogattak a pécsi Gandhi gimnáziumba. Az iskola adott otthont ugyanis a Roma Nemzetiségi Támogatások elnevezésű fórumnak. Szeptember 28-án már megjelentek azok a pályázatok, amik a 2022-es évi programok megvalósítását segítik. Ezeket civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok és non-profit cégek igényelhetik. 620 millió forintos keretösszeggel hirdettünk pályázatot, 4 alprojektben, az egyik a roma kulturális események támogatása, a második a táboroztatási pályázat, a harmadik pedig a civil szervezetek támogatásán túlmenőleg, pedig, illetve a negyedik alprogram pedig a pedagógusok továbbképzésének lehetősége. Sztojka Attila beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy még korábban kisebbség megnevezéssel illették többek között a cigányságot is, úgy néhány éve már a nemzetiségi jelzőt használják. Ez a főigazgató szerint a helyes megfogalmazás, hiszen egy nemzet abban mérheti nagyságát, hogy a különböző nemzetiségek milyen értékekkel egészítik ki azt. A kormánybiztos kiemelte, hogy az elmúlt 10 évben erőteljesebbek lettek a roma civil szervezetek, és minőségibb munkát is tudnak végezni. Köszönhetően egyrészt a kormányzati támogatásoknak, köszönhetően egyrészt pedig annak a sok esetben pályázati dömpingnek, vagy esélyteremtő intézkedéseknek, amelyek kihatnak a közösségre is, és így a társadalomra is, és ebben lényeges elem az is, hogy nem pusztán csak rászorulóként tekintünk az emberekre, hanem résztvevőként, ha úgy tetszik, szakpolitikai alkotóként is. Ehhez járulnak hozzá a roma nemzetiségi támogatások. Baranyában egyébként országosan a legtöbb pályázatot nyújtották be 2020-ban. 309-ből 226 nyertes projektet támogatott a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság.